Az Alföldön költő parlagi sasok száma évről évre lassan növekszik. De annak érdekében, hogy ez a folyamat ne forduljon vissza, még rengeteg információt kell begyűjtenünk ezekről a csodálatos madarakról. A félénk ragadozók megfigyeléséhez nem elegendő az emberi szem, még akkor sem, ha távcsővel segítünk rajta. Ahhoz, hogy nagyon távolról meg tudjuk figyelni ezeket a madarakat, először nagyon közel kell kerülni hozzájuk. Egészen a fészkükig el kell jutni, akkor is, ha ők nem is várják ebbe ezt a találkozót. Parlagi sasokra teszünk fel jeladókat, aminek az a szerepe, hogy ezeket a fiatal madarakat nyomon tudjuk követni, és lássuk, hogy az életüknek ebben a legkritikusabb szakaszában merre mászkálnak a világban, mert ugye, ha ezt tudjuk, akkor abból azt nagyjából ki tudjuk kalkulálni a veszélyeztető tényezőket, és ha ismerjük, hogy milyen veszélyek leselkednek ezekre a jószágokra, akkor egyszerűbben tudunk tervet kovácsolni, hogy hogyan szüntessük meg ezeket a veszélyeztető tényezőket. A fiatal parlagi sasok hamarosan kirepülnek a fészekből. Ebben az életkorban a legkevésbé kockázatos egy ilyen zavarás. Testméretük már nem sokat változik. Persze azért egy kicsit bővebbre kell hagyni a hevedereket, mert a repülés megkezdésével a mellizmaik még sokat fognak erősödni. Egy kifejlett egyed befogása és jeladóval történő felszerelése jóval problémásabb lenne, erre leginkább csak akkor adódhat lehetőség, ha egy példány baleset miatt ideiglenesen röpképtelenné válik. Most erre a madárra egy 70 g-os napelemes jeladót teszünk, ami képes arra, hogy naponta többször, nagyjából óránként bemérje a madarat, és 3 naponta elküldi az adatokat föl az Argosz műholdrendszerre, ahonnan ezek az adatok egy földi bevőállomáson keresztül egy adatbázisba kerülnek, ahonnan mi le tudjuk tölteni és meg tudjuk nézni. A sasok életének első néhány évében leselkedik rájuk a legtöbb veszély. Ekkor keresik meg saját territóriumukat, azt a területet, ahol párjukkal fészket építenek, és ahol vadászni fognak. A keresés során hatalmas távolságokat tesznek meg. Jól mutatja ezt Panni, a 2011-ben kikelt tojó esete, aki az elmúlt egy évben 12 országba látogatott el, és jelenleg is Ausztria, Csehország és Szlovákia között ingázik. A több ezernyi adatból az is kiderült, hogy Panni átlagos repülési magassága 470 méter, magassági rekordja pedig 2530 méter volt. Igazából ez most fog kiderülni parlagiknál, hogy meddig mennek el, hogyan ezekkel az adókkal. Mi úgy tesszük fel, úgy próbáljuk föltenni, hogy semmilyen módon ne akadályozza a mozgásban a madarat. Hát, Gabi! A parlagi jelölés az ilyen szempontból viszonylag új. Tavaly jelöltünk először. Kerecseneknél tudjuk, hogy igazából van olyan madarunk, amelyik 2007 óta él, repül, mozog, megvan, sőt, költ, utódai vannak. Mindezt úgy, hogy egy 22 g-os adó van a hátán, tehát igazából ez megoldható. Illetve van olyan madár is, ami átment a földközi tengeren úgy, hogy Montenegróból indult és Líbiába érkezett, és 24 óra alatt lerepült ezt 1100 kilométert. Márpedig, hogyha bármilyen módon akadályozta volna az adó, akkor nyilvánvalóan ezekre a dolgokra nem lennének képesek ezek a madarak. Azért tesszük ennyi idős madarakra, mert ennyi idősen már kifejlettek ezek a madarak, nagyok, viszont még fészekben vannak, és onnan a legegyszerűbb kiszedni és megfogni őket. Ha már kirepültek, akkor már sokkal időigényesebb és problémásabb a befogásuk. A tapasztalatok alapján tehát nem túl nagy a teher. Az adatok gyűjtése viszont sokat nyom alatba a fajvédelme szempontjából. És akár az egyed és sok fajtársa életének megmentéséhez is hozzájárulhat. Ezeknek a
az adóknak a segítségével meg tudjuk, merre mennek a madarak, kirajzolják azokat a helyeket, amik jók a parlagi sasnak, ott általában megállnak hosszabb, rövidebb időre. És például a Bulgáriában jelölt parlagi sasok nagyon jól kirajzolták azokat a területeket Törökországban, ahol érdemes volt nézelődniük Horváth Marcéknak, és találtak is új fészkelőpárokat. Illetve még olyan adatokat tudnak, például a repülési magasság, sebesség, irány. Ezeknek az adatoknak a segítségével például tudjuk, hogy tavalyi madarak közül az egyik madár, amelyik még életben van és megvan, az több mint egy kilométer magasra is felmegy, feltermikel, és ilyen 70-80 kilométeres sebességgel is közlekedik a levegőben. Tehát azokat az országrészeket, amelyeket nem kedvel, az csak így átugorja gyakorlatilag.